És hát, amit mondottam, Valcsókás Janna van itt velem a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy eljött. A táncmeditációról fogunk beszélni. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Hogyan lehet kifejezni a nőiségünket a táncban? Szerintem ezerféleképpen, de ez egy másféle tánc. Egy kicsit mutassa be nekünk, Anna, hogy milyen ez a táncmeditáció. A táncmeditáció az egy imádságos forma, és ebben az imádságban benne van, ugye, mivel hogy táncról van szó, az egész testünk. A mostani liturgiánkban azért nagyon háttérben van, hogyha a templomban bemegyünk, és egy szentmisén részt veszünk, akkor ott felállunk, leülünk, összetesszük a kezünket, térdelünk. Szóval nagyon-nagyon korlátozott az, hogy a testi kifejezéseink hogyan jelentkeznek, hogy jelenhetnek meg a liturgiában. A felemelt kezek, azok nem annyira, hogy a szívre szorított kezek, vagy hogyha egyáltalán csak oda nyújtom a másik felé. És ezek minden helyet kaphatnak ebben a táncmeditációban, hogy a lélek valahogy kifejeződhet a mozdulatokban is, talán így tudnám leginkább kifejezni. És itt mi az, ami az egész imádságot, ha jól értem, az egész imádságot tulajdonképpen A-tól Z-ig elviszi a ritmus? Tehát, hogy a mozdulataink ritmusa, vagy ez zenére történik? Ez zenére történik. Mondhatjuk úgy is, hogy ez koreografált. Uh-huh. Van egy része, amit megtanulunk, hasonló az életben, hogyha valami újat csinálunk, azt begyakoroljuk, megtanuljuk. Uh-huh. Ugyanígy ennek is van egy ilyen része. És utána, mivel hogy kötött, valamiféleképpen segít abban, hogy összeszedettebbé váljunk, és ne kerüljük el azokat a rezdüléseinket, belső rezdüléseinket, amiket hordozunk magunkba. Hogy észre tudjuk azt venni, hogy az imádságunknak az elején igen furcsán vesszük a lépéseket, összekeverjük, már azt se tudjuk, hogy mi az, hogy jobb vagy bal, ez valamilyen képet mutat rólunk, viszont fontos az, hogy ez egy imádság, és az Isten jelenlétében az összekevert lépéseknek is helye van. Akkor van egy időszak, amikor össze tudom kapcsolni, hogy akkor az életemben ez hogy van, hogy van-e összekeveredés, hogy kerül ebbe akkor bele az Isten, hogyan tudok bele kapcsolódni. Szóval ilyen nagyon összetett, komplex, és mégis egyszerű. Hadd olvassak fel valamit, ezt a Szent Szív Társaság honlapján találtam. Zene és csend, mozdulat és mozdulatlanság, lépések és megállások harmóniája és különbsége vezet be az imádságba. Minden alkalom meghívás a belső figyelemre, ami segíthet abban, hogy találkozzam Istennel, önmagammal és megéljem a testvéri közösség erejét. Ezt az önök honlapján találtam, és ez nekem azért is tetszett, mert ez annyira jól összefoglalja azt, amiről most mi beszélünk, hogy a tánc, a test és Isten, és hogy a testünkkel is tudunk imádkozni. Ez nem egy mai gondolat, ugye, Anna, hogy ennek van már története, csak nekünk, magyaroknak még újnak hangzik, újnak cseng egy kicsit. Hát ez egyáltalán nem új, mivel hogy ugye Pál arról ír, hogy a testünk az a lélek temploma. Uh-huh. Tehát az valamilyen nagyon-nagyon fontos. És ugye teremtettek vagyunk, az Isten teremt bennünket azért, hogy éljünk, hogy a testünket használjuk, és felelősségünk is van, hogy hogyan tartjuk karban. Uh-huh. Ugye? És azáltal, hogy a testünkben nagyon sok minden lenyomat benne van a múltunkból, a jelenünkből, ugye az mind az imádságnak a témája. Ez nem szakít el bennünket, hanem inkább arra serkent, hogy az Isten elé vigyem. És hát ebben az ima gesztusai ezekben nagyon sokat segítenek. És milyen fajta gesztusokról van szó? Tehát kézfogás, felemelés, igazság szerint bekészítettünk pár képet ezekről az alkalmakról, úgyhogy majd a kollégáimat megkérem, hogy tegyék be, hogy egy kicsit a nézők is lássák. Igen. Ez pontosan hogy is működik, de egy picit legyünk akkor ott a közösségben, hogy egy kicsit meséljen nekünk arról, hogy pontosan mi történik gyakorlatban. Aha. Tehát a kézfogás is ugye az nagyon mindennapi, hogy megfogom a kezét annak, akit szeretek, vagy akit szeretnék segíteni. És ez úgy jelenik meg nálunk, hogy a bal kezünket nyújtjuk a mellettünk álló felé, teljesen üres a tenyerem. Kész vagyok arra, hogy valakit elfogadjak, hogy valaki beletehesse a kezét, akit én megtartok. És ez a kapcsolódás ugye megy tovább, hogy én is beletettem a másiknak a kezébe, én is tartva vagyok. És mindez a szívvel ugye összekapcsolódik.
És kapcsolatban vagyok a két mellettem állóval, de abban a pillanatban, hogy körben állunk, kapcsolatban vagyunk mindannyian egymással. Tehát ez egy ilyen nagyon alap. És az, hogy van egy nagyon egyszerű kéztartásunk, a nyitottság, ez egy ősima forma, hogy állok, itt vagyok, jelen vagyok. Az, hogy megengedem azt, hogy felnyújtsam a karomat, hogy az mit jelent számomra, fel tudom-e ma nyújtani, és felmerek-e nézni, vagy inkább elrejtőzni. Ebben nagyon sok minden van. Vagy hogyha szívemhez teszem a kezem, hogy az mit jelent, vagy lehajtom a fejem. Tehát egy nagyon-nagyon egyszerű mozdulatok, nagyon sok, sokféle jelentéssel bírnak, és töltődnek is meg. Ezek csupa-csupa szimbolikus jelentéssel bíró mozdulatok. Igen. Lehajtom a fejem, színjellem magam, de ha fölnézek, akkor megnyitom az elmém, és megnyitom a... Hát, hogy várok valamit, a várakozás akár, ha széttáltom. Tehát, hogy... És ezek a mozdulatok egyébként, ezeket ki és hogyan találja ki, és koreográfiája meg? Aha. Hát ezeket az ősi ima mozdulatokat, hogy kitárom így a kezem, a keresztnek a tartás, hogy az egész testem, hogy most felállnék, azt nem tudom, hogy arra van-e lehetőségem, de minden esetre, hogyha... Nyugodtan megoldjuk, lehet. Hogyha felállok, és van a keresztnek a tartása, ugye az egy ősi keresztény szimbólum. Azokat nem tanuljuk, itt vagyok, jelen vagyok. És az ősi freskókon már a katakombában is megjelennek ezek a mozdulatok. Az, hogy a táncban, a koreográfiában megjelenik, az így nagyon magától értetődő a kapcsolódások miatt is, a táncos kapcsolódások miatt. És hogy ki hogyan, hát a 20. századnak a közepén egy evangélikus lelkész, aki táncművész is volt, ő kezdett el ezzel foglalkozni, és úgy fejlődött tovább. Én magam Grazban találkoztam vele, egy lelki gyakorlatos házban, és számomra az lett a fontos benne, hogy hogyan tud megjelenni az a dinamika vagy folyamat, amiről Szent Ignác beszél a lelki gyakorlatos könyvében, és az a tapasztalatom így több mint 10 év után, hogy az első hétnek a történései az nagyon szépen megjelennek a táncimában, a táncmeditációban, hogy ki vagyok én, hogyan kapcsolódik én az Istenhez, elfogad-e ő engem úgy, ahogy én vagyok, megengedem-e neki azt, hogy lehetek így, és valóban az a szeretet át tud engem karolni, át tud engem fogni, ami az Istenből áramlik. Szóval ez egy nagyon-nagyon szép. Ha már említette Szent Ignác személyét, akkor Loyola is Szent Ignácról beszélünk. Ő hogyan kapcsolódik nagyon konkrétan a Szent Szív Társasághoz? Tehát, hogy tulajdonképpen ennek egy kicsit a hátteréről szeretném kérdezni. Hát hozzánk úgy kapcsolódik, hogy mi az ignáci lelkiséghez tartozunk. 1800-ban lett alapítva a rendünk Franciaországban, és a rendünk elindításánál jezsuita lelkiségű papok is voltak. Szóval mi így kapcsolódunk hozzájuk, és hogy használjuk a Szent Ignáci lelki gyakorlatokat a mindennapjainkban is, meg az éves lelki gyakorlatainkban is. A Szent Szív Társaságának a honlapját nézegetve azt láttam, hogy rengeteg program van, rengeteg... Jó, most erről az időszakról hagyna beszéljünk, most nyilván egy kicsit nehézkesebb minden. De egyébként a normális kerékvágásban rengeteg program van, nagyon sokféle embert tudnak meghívni ezekre a programokra, és nagyon-nagyon sokféle korosztály megtalálhatja bennük azt, ami neki a legkönnyebben, vagy leginkább segít abban, hogy elmélyedjen a hitében. Hogy és mikor keletkez, vagy tehát hogyan alakulnak ki ezek a programok, hogy ezt a társaságon belül találják ki az arra hivatott emberek, nővérek, vagy ez egyfajta ilyen közmegállapodás, hogy ez mindenhol, mert azt is tudom, hogy nem csak Magyarországon van. Nemzetközi rend vagyunk. Így van. A világon 38 országban, és azáltal, hogy nekünk van egy lelkiségi központunk, a Forrás Lelkiségi Központ, különböző lelkiségi programokat hirdetünk meg, lelki gyakorlatokat, ima alkalmakat, és ennek a kialakítása az a
nővé, akik ebben benne szolgálnak, ő nekik az elképzeléseik, plusz még olyan, akik megkeresnek bennünket, hogy itt valamilyen hiány van, tudnánk ebben együtt valamit tenni másokért. Uh-huh. Így kerültek hozzánk az édesanyák lelki gyakorlata, ami most a adventi időben az online térbe került, és nagyon sok emberhez el tudtunk jutni határunk kívülre is. És ez úgy kezdődött 6 évvel ezelőtt ez a programunk, hogy az egyik édesanyja megjelent nálam, és azt mondta, hogy Anna nővér, hát itt van egy csomó anyuka, pici babával, teljesen elfáradva, én magam is. Tudunk-e tenni értük valamit? És akkor így indult el. De jó. Igen. Az jutott eszembe, hogy ezt is megkérdezem, hogy milyen ennyi nő között együtt élni. Sokan nők dolgoznak együtt. Ugye azt szokták mondani, hogy sok nő együtt előbb-utóbb elkezd civakodni. Jó, ez egy nagy közhely, de hogy egyébként a való életben milyen nőkkel együtt dolgozni, mint nővérek, és együtt is élnek. Igen. Hát, hogyha erre figyelünk, hogy a konfliktusok, azok nálunk is vannak. Uh-huh. És azt keressük, hogy amiben mi elköteleződtünk, abban mi ezt hogyan tudjuk ezt megoldani más eszközökkel, mint ami zsigerileg jött volna, vagy amit otthonról hozunk, amit megtanultunk, hogy erre a szituációra így válaszolok. Uh-huh. És hogy így azt hiszem, hogy a legnagyobb kihívásunk, vagy úgy is nevezném, hogy a meghívás ebben az, hogy ami a konstitúciónkban le van írva, hogy mindent Jézus szívén keresztül nézzek, és abból próbáljam a megoldást megkeresni rá, ez a konfliktusainkra is így áll. Hmm. És abban a pillanatban, hogyha nem az én sérelmemet veszem elő, vagy nem a szégyenemet, hogy a másikat megsértettem, hanem merek arra nézni, hogy hogy van ezzel Jézus, mit tenne ő ebben az esetben. Hmm. Azért az segít ezekben a konfliktusos helyzetekben, hogy minél előbb meg lehessen oldani. Hmm. Anna, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Ismét nagy öröm volt beszélgetni erről a témáról. Nagyon szépen köszönöm.